Sziasztok, köszöntök mindenkit ebben az újabb kis videóban. Hát itt szeretnék bemutatni egy ilyen kis összebarkácsolt internet rádiófélét, amit itt voltam kényszerülve összerakni. Hát ilyen házi maradék anyagokból van az egész cucc. Van benne egy ESP32-es modul, egy ilyen 1,8-szoros SPI-os TFT modul, illetve egy ilyen kissé szétbelezett FM transmitter is, annak érdekében, hogy ezt normál rádiókészüléken is lehessen itt hallgatni, illetve venni. Hát nézzünk most egy ilyen bútolást. Megpróbálom bekapcsolni. Ez azért egy haladó gondolkodás a jelenlegi fertőzöttségi számadatok tükrében. Csak gratulálni tudok. Kevésbé ironikusan viszont magamnak is gratulálok, mert jön a TNT Melanie Fiona a kezdés, viszont Katy Perry itt a Sláger FM-en. Na, mint látjuk, akkor így működik is a dolog. Egy-két szépséghibája van, hogy a rotary gombbal egyenlőre csak a hangerőt lehet normálisan állítani. Valamiért ki lehetne kapcsolni meg, illetve be, meg az egész menübe lehetne lépkedni, de ez valamilyen, most még valamilyen nem működik. Visszacsatoltam az eredeti tervezőjének, illetve software designernek. Egyébként nyílt forráskódú GitHub-on fennlevő szoftvert kell rátölteni az ESP-re. Egy MP3-as streaming modullal van összekötve, úgyhogy így elvileg azt is tudná, hogy SD kártyáról MP3-at, illetve mindenféle WAV, VMA formátumokat is természetesen így lejátszik. Ami egy elég érdekes, és engem is meglepett, hogy van a Sláger Rádiónak, a Sláger FM-nek pontosabban, ilyen 256 kilobit per szekundumos streame, ami egész jó hangminőségű, akár hifin is nagyon jól lejátszható hangminőséget produkál. Még a webes kezelőfelületet gyorsan megnézzük, itt van egy Raspberry meg egy ilyen Thinkerboard bekapcsolva. Remélem, hogy itt a monitoron ezt így tudjuk nézni. Legalábbis megpróbálom így a kamerát átrakni másik kézbe. Próbálok itt egy böngészőt bekavarni. Egy picit adjunk ezt a lámpa a világítást, ez nem használ a láthatóságnak. Igen, hát itt a dalhálózatban benne is van már itt a Quick Access-ek között, tehát egy ilyen elég egyszerű felülete van. Láthatjuk, hogy ki lehet választani az adók közül, amelyik itt tetszőlegesen rendelkezés áll. Persze itt el kell mondanom, hogy itt a config menüjébe ezt úgy kell értelmezni, hogy amikor el is hallgat, be kell vinni egy csomó adatot, ami első ránézésre nem tűnik túl rokonszenvesnek, de aztán kiderül, hogy később hasznos lesz. Itt be kell állítani neki a Rotary Encodernek az összes GPIO lábait, hozzárendeléseket, stb. És akkor itt egy, próbálok így elközelíteni, tehát egy ilyen listába tudjuk felvinni neki, hogy milyen adókat szeretnénk beprogramozni, illetve hát a streamnek az URL linkjét, meg a megjegyzést, illetve hogy mit jelenítsen meg majd adott esetben, illetve meg tud jegyezni több Wi-Fi access pointnak is a belépési kódját, SSID-ját és a passwordjét,
automatikusan kiválasztja azt, amire tud csatlakozni, szóval ez végül is szimpatikus. Lehet még olyat is, hogy távirányítani infravörös távirányítóval, például TV távirányítóval, hozzá lehet rendelni a gombokat tetszőlegesen, mire mit csináljon. Én ezt nem csináltam teljesen, illetve végigcsináltam, csak azt a távirányítót most nem találom, amihez ezt végigcsináltam, úgyhogy ezt most nem tudjuk megnézni, de az infravevő LED az be van építve, úgyhogy ezt a funkciót tudja. Visszamegyünk ide a kontrollba. Akkor megpróbálom ezt a Schlager 256K-t. Igen. Annyit még innen lehet hangerőt is szabályozni föl-le. Illetve megjelenít az éppen játszott zeneszám előadott címét. Most visszamegyek egy picit ide a cuccra. Megpróbálom itt tekerni. Ezzel most a hangerőt ugyanúgy lehet állítani ez a rotary knobba. Illetve itt látszik is a távirányító bevől egye. Az FM transmitterre ráforrasztottam egy ilyen antennaszerű drótot, mert nagyon rövid volt a hatótávja, így most azért egy ilyen 15 méter, pontosan mint az egész kertbe lehet fogni. Úgyhogy így tűrhető, ráadásul ez stereo kóder is van ebbe a 800 forintért kapható berendezésbe, úgyhogy ez elég jó. Szintézzel tartja a frekvenciát elég pontosan, úgyhogy meg is jegyzi, hogy mi nált. Tűrhető minőségű ezért az árért, főleg. Hát ennyit az internet rádióról. Úgy összességében így az ESP32-esnek ezzel a régebbi moduljával, hogy összevetve ilyen 5000 forint alatt kihozható. Hát én egy nap alatt, hát nem egy, mondjuk egy nap alatt összeforrazgattam, úgyhogy nem sok munkával összerakható. Aki ezt utána akarja építeni, a GitHub-os linket majd ide berakom a videó alá. Oké, okay. Most köszönöm a figyelmet, ennyit erről, sziasztok!